Az emberiség történelmének legpusztító világjárványát a korembere Fekete Halálnak nevezte. Ezt arra a középkori pestis járványra mondták, aminek következtében a 14. század közepén az európai lakosságnak közel a fele elhunyt. Hogy megértsük jobban ennek a katasztrófának az okait és következményeit, érdemes talán mindezt a legelején kezdenünk. Tartsatok velem! A pestist 1894-ben fedezték fel először. Egy Alexandre Yersin nevű tudós mutatta ki először Hongkongban a tüdőpestis kórokozóját egy nemzetközi kutatócsoport élén. A kórokozóját róla nevezték el Y-pestisnek. Még ugyanebben az évben még izolálni is sikerült. Így tudták kideríteni, hogy a pestis kórokozói hörcsögök, illetve patkányok bolhájában tenyészik. A baktérium képes a bolhák beleiben elváltozásokat előidézni, így a rovar visszaöklendezi a rákcsálóból kiszívott vért abba a sebbe, amiből az kigyűjtötte magának. Viszont nem csak a vért, hanem még magát a kórokozót is visszajutatja így a sebbe. A járvány kitöréséhez elég mindössze egy rezisztens és egy baktériumnak ellenállni nem tudó patkány. A rezisztensről ugyanígy átmegy a bolha a védtelen állatokra is, és amennyiben nincs védtelen patkány, akkor megteszi az ember is. A bubópestis tünete szokott lenni a nyirokcsomók megdagadása, a beteg belázasodik, hasmenése lesz, időnként vérezni kezd és önkívületi állapotba kerül. A bőr egyes részein fekete foltok jelennek meg, mert az erek a jelenség következtében eltömődnek, illetve kiszakadnak. A nyirokcsomók a betegség végső fázisában felszakadnak és genny folyik belőlük. Ennél durvább változata a tüdőpestis volt, ami a középkorban emberről emberre terjedt és valamennyi áldozatával végzett. A fertőzöttnek elég volt 2 nap ahhoz, hogy meghaljon. Tüsszögéssel, köhögéssel és emberi váladékkal terjedt. A vérpestis a véráramban fejtette ki hatását. Európa a történelemben többször találkozott a pestissel. Az első említése időszámításon keret 420-ból származik, Athénban ekkor üthette fel fejét a bubópestis. A történész Thukydides jegyezte le részletesen a bubópestis tüneteit, mivel a fiát is ez a járvány vette el tőle. A 6. században a bizánci birodalomban tettek említést később egy újabb pestis járványról. 542-ben tört ki a járvány Konstantinápolyban, ami a Mediterránium legnagyobb kikötőjének számított. A pestis így gyorsan átterjedt Itáliába, Kis-Ázsiába, de még a görögökhöz is, mivel az akkori emberek nem tudták, hogyan tud terjedni a betegség. Prokopiosz leírása szerint a bizánci császár hibája volt a pestis elterjedése, de azt sem tartotta kizártnak, hogy az istenek büntetése volt. Innentől kezdve a pestis néhány évente felütötte a fejét, az áldozatok száma naponta elérte a 10 000-et. A történelem során lezajlott legnagyobb középkori pestis járványt, amit Fekete Halálnak neveztek, az Y-pestis 2 törzse okozhatta, ami Közép-Ázsiából a mai Mongólia és Nyugat-Kína területéről indulhatott el, megfertőzve az ottani mormotákat, amiknek a szervezete nem tudott ellenállni a pestisnek. Tömegesen pusztultak el az állatok, amiknek a teteméről a mongol vadászok az 1340-es években sorra nyúzták le a bőrt, és értékesíteni kezdték. A kórokozóval rendelkező bolhák így a mormota bőrrel megkezdték útjukat a kereskedők munkájának köszönhetően Európa felé, főleg a Sejem úton át, mellette befészkelték magukat Indiába és Kínába is. A 14. századig közel 25 millióan haltak meg a pestis miatt Közép-Ázsiában és Kínában. Európába 1347. októberében érkezett meg a pestis 12 genovai kereskedő hajón a szicíliai Messinába, aminek utasai a Krimfél-szigeten levő Kaffa városában menekültek el az ostromló aranyhorda támadása elől. Egyes feljegyzések szerint már ott is jelen lehetett a kór, ami a mongolokat már javában pusztította. Az ostrom sikere érdekében viszont az elhunyt betegek holttestét ostromgépekkel, katapultokkal hajították át a városvédő falain túl a győzelem érdekében. A Messinába érkezett kereskedő hajók legénységeinek valamennyi tagja megfertőződött. Messinában nagy részük már halott, illetve beteg volt. Ilyen járványok esetén előírták mindig a karantént, ami néhány héttől akár 1-2 hónapig is tarthatott, azonban a járvány végzett a legénységgel napok alatt, és a sziget lakosságának felével is végzett. 1348-ban Kaffából megint újabb menekülő kereskedő hajók érkeztek Velencébe és Genovába. A járvány elkezdett Itália északi része felé terjedni,
januárban már Pízában is megvetette a lábát. Giovanni Boccaccio a Decameron című művében a firenzei járványhelyzetet úgy foglalta össze, hogy 100 000 ember veszett oda a városban. Még ebben a hónapban megjelent Marseille kikötőjében egy itáliai kikötőből kiutasított hajó, aminek a legénysége elkapta a pestést. Ennek köszönhetően rövid időn belül egész Franciaországban elterjedt a kór. Marseille lakosságának több mint fele meghalt. Júniusban a ragály már Párizsban is tetőzött. 6. Kelemen pápa Avignonban székelt, akit hiába kértek, hogy meneküljön a járvány elől, ő nem tette. El is kapta a pestést, azonban 6 héttel később, nehezen, de felépült belőle. A járvány átterjedt a Német-Római Császárság területére, 1349-ben 11. Alfonsz kasztíliai király a Gibraltárban csatázva komoly veszteséget szenvedett a pestés miatt. Mivel katonáit nem hagyta hátra a harc helyszínén, ezért ő is elkapta. Ő volt az egyetlen uralkodó Európában, aki a pestistől halt meg. Angliába is már 1348. januárjában bejutott a ragályai Glasgow-ból érkező hajó révén, és néhány hónapon belül elterjedt Írországban, Walesben és Skóciában is. A skótok hiába próbálták kihasználni a pestést, hadakozásra senki nem tudta adni a fejét. A pestis Angliában 5-10 éves turnusokkal újra és újra felütötte a fejét, a brit lakosság fele 1370-re oda lett a járványban. 1348-ban Norvégiában egy kereskedőhajón ütötte fel megint a fejét a pestis, azonban még a kikötőbe érkezés előtt a tengeren halt meg a teljes legénység. Az elhagyatott hajót evezős norvégok környékezték meg, akik a sértetlen rakományt vesztükre magukévá tették. 1350 és 1352 között felütötte a fejét Dániában, illetve megint a Német-Római Császárságban, majd a mai Oroszország területén keresztül újra megjelent Ázsiában, a Fekete Halál végül 1352 évvégén eltűnt. Ugyan minden télen úgy tűnt, hogy vége a járványnak, mivel a bolhák akkor nem igazán maradtak meg a hidegben, néhány évente jobban felerősödött a járvány, de soha nem volt olyan erős, mint a Fekete Halálnak nevezett első hullám esetében. Ez annak is volt betudható, hogy az emberek a Fekete Halál óta kezdtek jobban odafigyelni a saját higiéniájukra, gyakrabban fürödtek, lakhelyeiket igyekezték tisztábban tartani, ez pedig megnehezítette a patkányok és a bolhák életét, a bennük levő kórokozónak pedig a terjedést. Az akkori civilizált világ valamennyi államát elérte a járvány. A Fekete Halál elleni védekezés legnagyobb kérdése az volt, hogy mit kezdjenek az emberek a hirtelen felgyülemlett rengeteg holttesttel, amik természetesen ugyanúgy fertőztek. A tetemeket kordékra gyűjtötték, a temetők, templomkertek megteltek halottakkal, nem volt hova temetni őket már, ezért több helyen tömegsírokat létesítettek, vagy egyszerűen a folyóba dobták őket. A kor gondolkodói habár azt javasolták, hogy a tetemeket el kellene égetni, a keresztény egyház ezt nem engedte meg. A kor emberei, de még orvosai sem tudták, hogy mi okozza a járványt és mi terjeszti azt, ezért rengeteg olyan haszontalan védekező gyakorlatot alkalmaztak, aminek utólag belegondolva nem sok értelme volt. Az orvosok felvágták a pestis során felduzzadt bubókat, illetve felvágták a beteg ereit, hogy a fekete foltokat eltüntessék a testéről, de ez hosszú távon elfertőződést és komoly vérveszteséget okozott, csak jobban elősegítette az illető elhalálozását és a környezetében levők megfertőződését. Más esetekben javasolták az illatos vízben, ecetben való fürdést, a füstbelélegzést, amit illatos fák elégetésével gerjesztenek, utóbbit még a nyílt utcán is rendszeresen csinálták városokban, falvakban. Az orvosok többsége nem mert kimenni a pácienshez, mert féltek attól, hogy ők is elkapják. Ha ki is ment a beteghez, sose vizsgálta meg a testet, mert az akkori orvosi tevékenység nem ebben rejlett. Asztrológia segítségével csillagjegyekből olvasva mondták meg, hogy kinek milyen kúrára van szüksége. Nem volt még ekkor elterjedt dolog, hogy egy orvos a beteget ténylegesen megvizsgálta és valós megoldást kínált volna. Aki egészséges volt, igyekezte elkerülni messziről azt, aki pestisben szenvedett, ezért nem volt új keletű dolog, ha valaki költözésre adta volna emiatt a fejét, pláne ha utána kiderült, hogy a költöző személy szervezetében ott lappangott a kórság és az bevitte az új lakhelyére, akkor hamar lehetett számítani arra, hogy ott is komoly pusztítást fog okozni a pestis. Sokan abban a hitben voltak, hogy a Fekete Halál Isten büntetése, ezért jeleket, könyörgő szövegeket vésettek az ajtókra. A betegek ügyintézését a pestis doktor vezette, aki az esetek többségében nem volt orvos, hanem hivatali személy, aki hatósági emberként próbált segíteni. Ők általában fekete öltözéket viseltek, kalappal és egy madárcsőrös maszkkal közlekedtek, aminek a csőrébe rendszeresen olyan gyógynövényeket raktak, amik elnyomták a betegekből és a holttestekből áradó bűzt,
Ugyanakkor a kor emberének hiedelmével ellentétben őt sem védte sok esetben a ragálytól. A leghatékonyabb védekezés a karantén volt, amikor elkülönítették a fertőzötteket az egészségesektől, és megakadályozták a fizikai kapcsolatteremtés minden formáját. Milánóban a király elrendelte például, hogy a házakat kerítsék el, még akkor is, ha a lakói között van egészséges is. A városban ezért a halálozási arány 15%-os volt, de Ragúzában külön pestis tábort létesítettek a betegeknek, őket kivitték a lakhelyükről és ott külön karanténban kezelték őket. És hogy mindezeknek mi lett a következménye? Az emberek jó része vagy az élet értelmetlenségét látva bohém életmódváltásba kezdve vígadókban és bordélyházakban vígadva várták a halált, vagy éppen a templomban kerestek lelki menedéket. A munkaerőkereslet nőtt a népesség csökkenésével, igény volt a minőségi munkára és a minőségi árura, az emberek a félretett pénzeiket már nem csak élelemre, hanem egyéb iparcikkek beszerzésére, például ruházati termékek beszerzésére fordították azt. Az egyház azokból az emberekből gazdagodott meg, akiknek már senkie sem maradt, és a haláluk előtt a plébánosra vagy a templomra hagyták minden földi ingóságukat. A fanatizmus is jelentősen erősödött a korszakban, hiszen akik például Isten büntetésének tartották ezt a pestést, azokból előfordult, hogy önsanyargató flagellánsok lettek, akik saját magukat ostorozták a nyilvánosság előtt. A miazma teória hívei szerint a bolygók vagy a csillagok rossz állása okozhatta ezt a katasztrófát, vagyis egy számukra megmagyarázhatatlan jelenségre egy megmagyarázhatatlan okot hoztak fel. Az egyetlen igazán pozitív hozadéka a fekete halálnak, hogy az emberek komolyabban vették a higiéniai szabályokat, a városok, királyságok olyan törvényekkel szabályozták a költözést, hogy jelentős mértékben csökkentessék a későbbiekben egy járvány terjedését. Innentől számítják ugyanis a modern európai orvoslás kezdetét.